Üdvözlünk szeretettel mindenkit, Molnár F. Árpád vagyok, a Hírháté Multimédia alapító főszerkesztője, a Hír Arena online főszerkesztője, Bense Sándor úr, zeneszerző és basszusgitáros. A munka világáról fogunk beszélgetni, hogy ebbe az imperialista burzsúi rendszerbe, hát nyilván ő is el fogja mondani, nem egyeztettünk előre, csak gondolom, hogy ez a véleménye a foszlányokból, hogy egyre jobban leépül a munkaügyi világ, és én azt is hozzáteszem mindenképpen, hogy Orbán óta, hát így meredeken le. Hát ugye el is törölte a legtöbb munkavállalói jogot, mondta is, hogy el fogja törölni, és ez tényleg meg is valósult. Ugyebár ami a felső szinten folyik, az ismétlődik lefelé. És nagyon sok vitám volt ebből, hát ugyebár az emberekkel beszélnek erről, állandó téma, politika, az, hogy a hatalom mit tesz velünk. Mert nagyon sokszor mondtam, hogy hatalom ide vagy oda, amit egymással csinálunk, lehet fölfelé mutogatni, lehet lefelé mutogatni. Amit egymással csinálunk, az nem a kormány kérdése. Az, hogy lereagálják, lefelé leismétlik az emberek ugyanazokat a dolgokat, az másokat, ők meg tudják indokolni általában. Az a kisvállalkozó, aki alkalmatnál semmibe veszi a saját alkalmazottait, akiknek a munkájából él, ő meg tudja indokolni. Hát kényszerű, mert ezt sem tudom fizetni, azt sem tudom fizetni. De ugye az általában hazugság. Majd mondjuk is példát. Igen, én is tudok mondani példákat. Rögtön, amivel kezdeni szeretném, azzal együtt, hogy én hosszú évek óta most már folyamatosan dolgozom, nem ugyanazon a munkahelyen, de megszakítás nélkül folyamatosan dolgozom, a munkakeresés nekem azzal együtt aktuális volt, pont a zenélés miatt. Ma Magyarországon azért elég nehéz olyan munkahelyet találni, ahol állandó nappalos műszakba, tehát reggel bemész, és délután pedig egy normális emberi időben haza tudsz menni, hogy este még eljussál egy próbára, és most ennek kapcsán... Igen, bocsánat, és tegyük hozzá, hogy ez Budapest, tehát itt van a főváros, sok munkahely van. Kizárólagosan a főváros. Nem Kelet-Magyarország. Nekem a főváros, ahol elvileg a legjobban el vagyunk látva munkával, nekem a fővárosban volt ilyen gondom. Eleve, hát az ember ugye küldözget a jelentkezéseit, meg most már a telefonon is jönnek, nekem be vagyok regisztrálva a helyekre, és akkor ajánlanak munkahelyeket, jönnek ajánlott munkahelyek. Előfordul, hogy sikerül telefonon beszélni a munkáltató, a legtöbb helyen nincs is rá lehetőségem, hanem küldjek ezt, meg azt, meg motivációs levelet, mert most már az utcaseprőknél is motivációs levelet kérnek szerintem. Igen, és a legtöbb munkáltató el se olvassa ezeket egyébként, azt is tudni kell. Tehát érdemes személyesen odapofátlankodni egyébként. Hát az ember, van, hogy még a címet se tudod, hogy na mindegy. És, de azért néha előfordul, hogy sikerül a gazdával, a munkáltatóval személyesen beszélni, és hát ugyebár én is most már 50 éves elmúltam, van egy pár dolog, amire figyelnem kéne, és akkor az ember, hogy finoman próbál rákérdezni, hogy mégis fizetett szabadság, nem is tudom, táppénz, munkaruhát kapunk, meg ilyesmi, és hát nem akarok túlozni, de szerintem az esetek 70%-ában egy hisztériás arrogancia a válasz, hogy tehát abban a stúdió, hogy mit képzelsz te, hát majd ő kifizeti neked, amit ledolgoztál. Az nem tartozik a dologba, hogyha megbetegszel, balesetér, vagy tudom is, hogy akármi. Hát akkor kirúgnak. Akkor uh-huh. Megdög lesz éhen. Tehát a Branyó, megint a múltkor, a Branyóval együtt voltunk felvéve. Baranyos János boxoló és zenész és zeneszerző. Igen, tehát nekem ő most már nem is tudom hány éve barátom és zenésztársam, és pont vele volt egy ilyen beszélgetésem. A Vidrockiba úgy játszottunk, hogy akkor is én munkahelyről mentem oda. Vidrocki csárda keleti pályaudvar. Igen. Igen. És ott is szóba kerültek egy pár szóban, így futólag a munkahelyi viszonyok. És így mondom a Branyónak, hogy hát ott vannak kollégáim, akik most már nem is tudom, hanyadik hónapja bent élik az életüket. Általában csütörtök, péntek magasságában kiderül az, hogy már megint ugrik a hétvégéjük, de hétközben is. Tehát voltam, hogy reggel mentem be, ők már bennültek. Mikor mentem haza, még ott ültek a gépnél. És ne ítélkezzünk senki fölött, mert ők biztosan tudják, hogy ezt miért csinálják, vagy miért vállalják. Miért tehát, hogy a rabszolgamunkát. Ezt miért hajlandóak rombatot csinálni. Lehet, hogy nekik megéri. Tehát abban a felfogásra említettem meg a Branyónak, hogy volt egy olyan kolléga, aki nekem úgy beszólogatott, hogy Sanyikám, te meddig maradsz meg. Én ugye már nem nagyon tudok maradni, én örök, ha elmehetek, mert én még este megyek próbára, meg nekem gyakorolnom kell. Meg ugye én azt nyomorult dolognak tartom, hogy ha valaki a munkahelyén él, ha csak az a munka nem valami nagyon magasztos dolog. Tehát, hogy a munkahelyért nem érdemes élni, a zenéért érdemes élni, hogy valaki mondjuk zenéjen, vagy zenét szerezzen, vagy egyéb tevékenység.
tevékenységet folytasson. Tehát az, ott kezdődik az élet. Aki dolgozik, az nem él. Az vegetált és meghalt. Annyival semmiképpen nem kap többet, hogy ő az egész élet, tehát hogy az egész napját, az egész életét erre áldozza. Pont ebből a szemszögből említette meg a Branyónak, hogy még volt, aki beszólt nekem, mert kicsit ilyen, ugyebár ez a magyar mentalitás, hogy dögöljön meg a másiknak a tehene, meg szeretünk egymással foglalkozni, hogy igen, én miért nem. Hogy meg mivel a burzsói azt mondja, hogy robotolj, hogy én még gazdagabb legyek, és még milliárdosabb legyek, ezért robotolj, te megkapsz filléreket. Mindegy, és itt a Branyon meg így kapásból, így szemreben és akkor rávágta, hát persze ezt úgy hívják, hogy tanul tehetetlenség, az általános jelenség, ez nem csak nálunk egyébként. Igen, mert ugye a Baranyec János, a beceneve Branyó, ő terapeuta is. Tehát, hogy igen, ilyen dolgokban képzett, meg foglalkozik is ilyen dolgokkal. Borzasztóan igaza van. Hogy... De ők az igazi tanult tehetetlenek, tehát akik robotolnak, és azt hiszik, hogy az a normális, hogy ők kapnak egy kis pénzt a gazdag embertől. Ő azt fogalmazta meg, hogy akkor tudsz tenni ellene, amikor kollektíven felálltok együtt, hogy akkor ezt most nem. Tehát az, hogy most bevállaltad a munkát, vagy egy üzletkötő bevállalta a munkát X pénzért, mert neki százalékosan jön a pénz, és akkor azt üzenni, hogy ennek hétfőre kész kell lennie, ezt úgy lehet leküzdeni, a csapat kollektíven feláll, és azt mondja, hogy nem, mert megyek haza, mert van egy gyerekem, meg van egy életem, meg az én életem nem arról szól, hogy újabb 1 milliárddal növeljük a cég hasznát, de nem, tehát addig, amíg te hazamehetsz, ő ott marad 2-3 ember, addig, mint a sztrájktörök. Annak idején ebből vélemzések is voltak. Ha belegondolunk, egy akármilyen hatalomnak addig van ereje, meg addig tud ártani, vagy bármit tenni, amíg ott vannak azok a szolgák, vagy cselédek, vagy bérencek, vagy akárkik, akik a parancsait végrehajtják. Akkor, amikor az emberek felállnak és azt mondják, hogy nem, akkor onnantól kezdve vége. Ez a baj, hogy mindig vannak olyanok, akiknek az a pénz, vagy azok az előnyök többet érnek. Ez egy munkahelyen ez nagyon kicsi, tehát ez a nevetséges dolog. Fillérekről van szó, gombokról, tényleg pár ezer forintokról, akkor végig kéne gondolni. De mondok példát arra, hogy mennyire nyomorultak az emberek. Például ismerem a szállodai viszonyokat, én is voltam szállodában, és olyan szintű különbségek vannak, tehát hogy mit tudom én, ha én kapok mondjuk egy lakás után mondjuk 500 forintot, akkor nagyon könnyű volt, ezt úgy rendszeresen mindig kiszámogattuk. A tulajdonos a leadózás után is keresett minimum azon 60 ezer forintot. Tehát azért elképzelhetjük, hogy míg a dolgozó nép pár ezer forintot keres naponta, és a tulajdonos pedig az ő munkáján, gyakorlatilag az ő szegénységén, és rabszolgamunkáján és évbérért tartásán, Orbáni putrista évbérért tartásán, minimum több százezret, tehát azon a konkrét egy személyen. Tehát ugye én ebből arra következtetésre jutottam, és ugye például a szállodások azok mindenhol ezt látni, hogy néhány év után, biztosan vannak kivételek, a periférián dolgoznak, vagy akárok, néhány év után már veszik a következő szállodát, vagy például egy másik szálloda tulajdonos milliárdos, tehát annyira sokat keresnek. Ő mondta, hogy őt már nem érdekli se. Ő például borzasztó körülményeket csinál, tehát a legigénytelenebb embereket veszi fel a legolcsóbbért. Tehát ő konkrétan olyan cigány bűnözőket, akik ott geciznek, meg kurva anyád, meg mindent, tehát a vendégek előtt ordibálnak, meg vannak ilyen kártyák, amit eladja 10 000 forintért egy másik cigány bűnözőnek is, amikor nem dolgozik az illető, akkor bemegy, ezt kirámolja a lakást. És azt mondta a tulajdonos, hogy őt nem érdekli, mert ő már annyira sok pénzt szedett össze a szállodázásból, hogy őt egyáltalán nem érdekli, őt az érdekli, hogy valaki ott legyen. Tehát nem számít semmi, mert annyira sok pénzt keresnek. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy például a szálloda is egy tipikusan olyan dolog, amit Hugo Chávezes módon el kéne venni a nagy tőkésektől, és államosítani, és abból finanszírozni szociális juttatásokat, stb. És meg azért is, mert ehhez nem, tehát ezek egy adottságok, tehát hogy van egy szállod, az egy adottság. Tehát oda nem kell, az nem kell verseny, meg piacivel, meg liberalizmus, meg ilyen hülyeségek. Hanem az, hogy ott kiviszi, mit tudom én, külföldi tulajdonos, a másik meg magyar, a pénz fele minimum külföldön landol, tehát ennek semmi értelme nincs. A Hugo Chávez például ugye azt csinálta, hogy kirúgta az amerikaiakat annak idején, a burzsúi nagytőkés amerikaiakat,
elvette tőlük az olajkutakat, mert Venezuela ugye nagy olajállam. Ahogy analfabéták voltak, Hugo Chávez is szegény sorban nőtt fel, állandóan éhezett, stb. És országot csinált, tehát iskoláztatta, megtanította írni, olvasni a venezuelaiakat, felvirágoztatta, az olajból beszerzett pénz otthon maradt, tehát hogy felvirágoztatta az országot, mert kirúgta az imperialistákat, a kizsákmányolókat. Tehát most itt is ugyanerről van szó, de ez csak egy terület a sok közül. És nem létezik olyan, hogy szabadság, nem létezik olyan, hogy táppénz. A legtöbb helyen, és nem, tehát nekem egy ismerősöm van, aki azt mondta, hogy ő náluk van szabadság. Tehát ez olyan már furcsa, Orbán előtt, ugye olyan, mint Krisztus előtt, Krisztus után, mondjuk az ördög előtt, ördög után, tehát Orbán előtt természetes volt a szabadság, hát biztos sokan panaszkodnak erre, hogy nekik nem volt, de egyébként természetes volt, mert általános volt. Tehát Orbán jött, és azt mondta, hogy eltörlöm a munkavállalói jogokat. És mondta, hogy összehívta a nagyköveteket is, hogy tessenek nézni, hogy mit fogok csinálni. És megcsinálta a pillanatok alatt. Polgári törvénykönyv, büntető törvénykönyv, kidobta az alkotmányt, mindenből vadonatújat írt. Emberjogi szervezetek, ugye megmondták, 2014-re már 800-nál több törvényt hozott a diktatúra kiépítése irányába, ezek konkrét törvények és jogszabályok. Egyszerűen hiányzik a számon kérhetőség, hogy akár egy munkáltat, nem tudom, hírekben hallom, hogy korrupcióval küzdenek meg a munkáltatóknak, de a gyakorlatban én nem látom. Én nem látom a gyakorlatban, hogyha valaki egy munkáltatóval pórul jár, én még nem ismerek olyan embert, aki azt mondta volna, hogy ő neki sikerült a joga. Igen. Tehát én... Meg tudod mi, az is van, mert az emberekben benne van az, hogy én lojális vagyok a burzsúi imperialista szarház iránt, aki engem kifosztott és belőlem élősködött. Azért gondold el, hogy egy nap alatt belőle több százezer forintot keres valaki, te meg mit tudom én, kapsz 6 vagy 8000 forintot jó esetben. Volt egy munkahelyem, én dolgoztam az őrzésvédésben. Na hát az egy ott, hogy a legtöbb ember nem is hiszi el, hogy ott a mai napig is milyen órabérekért dolgoznak emberek. Több olyan kollégával beszéltem, aki havonta 420, meg a csúcs, amit hallottam, egy hónap alatt 470 órát töltött benne a munkahelyen. Most számolgassunk valahogy 700 körül, hány óra van egy hónapban? A 700 körül lehet. Most képzeld el, hogy abból 470-et bent vagy munkahelyen. És ráadásul ő nem egy olyan helyen dolgozott, ahol csak üldögélni kell, hanem ők parkolódíjat szedtek, meg emberekkel kellett foglalkozni, tehát még lazon is nagyon lehetett, most ezt el lehet képzelni. Meg egyet az embernek a lelkében, vagy az értelmi szintjén, nem igaz, hogy ez nincs egy romboló hatással. Na most hát ezen a munkahelyen én egy kollégával úgy dolgoztam, hogy ketten váltottuk egymást. Tehát elvileg elmehettünk volna fizetés nélkül szabadságra, ha egymással ki tudjuk csencselni. De ha én például el akartam volna menni 2 hét szabadságra, akkor az úgy működött volna, hogy a kollégámnak péntek este 9:30-tól hétfő reggelig 57 órát kellett volna benn ülnie a munkahelyen, és ott is voltak olyan körülmények, hogy magába az épületbe bejuthattunk volna, hogy megfürödjünk, annélkül, hogy az üzem területét veszélyeztettük volna, de az módszeresen mindig úgy volt lezárva az üzem, hogy mi ne juthassunk be a fürdőbe se. Ezt se értettem. Tehát mondom, külön folyosókkal úgy lehetett volna zárni az üzemet, hogy mi meg tudjuk fürdeni. Amikor az ember napokat bent tölt, meg 48 órákat, akkor szerintem ez egy minimum, hogy... Igen, de ugye az is szokott lenni, hogy spórolnak például, ha mondjuk törölköz, akkor ne legyen. Tehát abban az esetben ugye, hogyha például tulaj szállodában van, hogy ne legyen törölköző, mert akkor egy törölközővel többet kell mosni, meg a vízzel. Tehát csupa olyan dolgok a spórolnak, amivel egy normális ember nem, és általában minél szegényebb valaki, annál kevésbé fukar és kapzsi. Na mindegy, ezzel a munkahelyen, tehát egy ilyen fordított életet éltünk, az a lényeg, hogy elvileg 3 embernek kellett volna váltani egymást, hogy folyamatos őrzés legyen, de csak ketten voltunk. Tehát karácsony, húsvét, ilyenek, minden ilyen ünnep, ilyen 24-24 órás óra váltottuk egymást. Tehát a szabadságról nem is mertünk álmodni, mert hogy? Ráadásul a kollégám keveselte a pénzt, mert nagyon kevés volt a pénz, és a szomszédban másik helyen, másik cégnél bevállalt 24-48-as szolgálatot, és onnantól kezdve ahhoz is igazodni kellett a egymás közti beosztásba. És aztán egyik nyáron nekem úgy lett egy kis szabadságom, hogy lett egy köldöksérülem. És mi ez a burzsvázi általában ilyen fizetés nélkül szabadsággal szokta megoldani, hogy kicsit tovább tart, akkor megkirúgják az illetőt. Ja, bocsánat, itt hagyd tegyem hozzá, hogy még itt az is meg volt oldva, hogy a megrendelő, tehát nem a mi közvetlen főnökünk, mert külsősök voltunk, hanem a cégnek a vezetője,
kitalált egy olyan zseniális dolgot, hát hogy amíg a nappal bent vagyunk, hétvégén, akkor ne üldögéljünk már ott az őrházba, hanem csináljuk a kerti munkát. Itt volt egy 6 hektáros terület, egyébként gyönyörű terület, mint egy park, és hát ami igen, csak komoly összeg lett volna, hogyha ő ezt csináltatja, tehát óriási területen kellett füvet vágni, gajja, azért nem is tudom micsoda. Így ő egyszerűnek látta, hogy nekünk a szimpla órabérért természetesen semmiféle pótlékot, tehát ilyen, hogy ha szenteste bennültem, én erre semmiféle pótlékot nem kaptam, meg semmit, meg a kerti munkára se kaptunk semmit. Tehát ez benne volt a kis 450 forintos óra bérünkbe, és nekem egyik nyáron úgy lett egy kis szabadságom, hogy lett egy köldöksérvem, és visszamerültem neki, hogy otthon lehettem egy kicsit, és a legnagyobb főnökem, nem ő volt a legnagyobb főnök a cégnél, de akit én ismertem, a legnagyobb nyaralt külföldön, és hírét vette a dolognak, hogy betegeskedem, és onnan üzent, hogy menjek már be. Nem kell akár csekkolni, semmi, csak menjek be, akár le is fekhetek. Én meg mondtam, hogy nem, gyerekek, nem, hát most volt a műtétem, és nem voltam hajlandó bemenni. Mindezen közben a kollégám, a váltótársamnak több mint 5 éve volt, neki nem köldöksérve, ágyéksérve, ami kicsit kellemetlenebb, de ő úgy gondolkodott, hogy ő nem engedheti meg magának, hogy ő fizetés nélkül ott legyen, otthon legyen a műtét miatt, tehát ő több mint 5 éve nyomkodta vissza. Most ezt el lehet képzelni, ez egy életveszélyes dolog egyébként. És rögtön azután, hogy nekem letelt ez a kis betegszabadságom, természetesen fizetés nélkül, vele történt egy olyan, hogy akkor is kicsúszott neki, és kinrekedt. Akinek már volt ilyen, az tudja, hogy ez nem játék, és akkor bizony muszáj volt elmenni orvoshoz. De azt tegyük hozzá, hogy a halálozási arányt közvetlenül ilyen, például ehhez a ilyen jelenségekhez kötik, tehát hogy a magyarok egyre durvábban, leghamarabb halnak Európában, az első néhányban vagyunk. Aha. Igen, nem is tudnak. Tehát már nincs egészségügy, meg mikor? Hogy? Hát aki dolgozik, az hogy menjen? Hát akkor kirúgják, mert az Orbán patkány hozott olyan törvényt, hogy nincsenek jogai. És hát csak neki... gazdag embernek vannak jogai, mindenki más nem az szabad, igen. Na mindegy, hát itt kiderült, hogy neki is el kell menni az orvoshoz, meg neki már kicsit komplikáltabb volt. Viszont ő, neki van, amikor hét elején volt műtétje, és ő szombaton már benn volt 24 órás szolgálatban. Most megint ugyanaz, én nem akarom megszólni, ő biztos tudja, hogy neki miért kell a pénz, hogy miért volt erre szükség. De érted, most megint te azt mondod a munkáltatónak, hogy nem megyek be, mert én most beteg vagyok, ő meg bemegy 5 nap után. Majd megoldja, talán másik munkát. Ugye azt mondta Almásik ittnek, pszichológusnak néztem ilyen előadását, ő konkrétan ezekről a jelenségekről beszélt, hogy ez a munkahelyi dolog is, hogy de igen, meg tudja oldani, és aki kellően, már nem is tudom, hogy miket mondok konkrétan, bátor vagy önálló, az megteszi. Tehát, hogy és nem függök, de akkor is, és megoldom, és aki így áll hozzá, az meg is szokta oldani. De ha nem teszi, akkor viszont a rabszolgaként ott rohad meg a szar helyen. Tehát ez csak rálátás kérdés, hogy van-e bátorságom, tartom-e magam annyira, hogy én meg fogom ezt oldani, ezt a dolgot, vagy egy kis szaralak senki vagyok, és akkor úgy gondolom, hogy nem. És az ember annyi általában, mennyit gondol magáról sok tekintetben. Hát én tapasztaltam, hogy sokan rettegnek, mert olyan számlákat kell kifizetniük, hogy egyszerűen nem merik akkor megkockáztatni. Is, akkor is, van másik munkahely. Hát igen. Megtaláljuk a módját. Igen, szóval nekem sok ilyen tapasztalata volt. Aztán szintén másik őrzővédő cégnél. Természetesen ilyenkor konkrétumokat azért nem lehet mondani, mert az ilyen helyekkel a szerződésben eleve benne van, hogy semmiféle információt nem lehet kiadni. Tehát itt nem lehet megnevezni helyet. Ugyanúgy módon beszélünk akármiről. Tehát ezért név nélkül volt egy olyan objektumban voltunk, ahol bizony nem, hát, tehát volt előfordult olyan, hogy a testépségünket is kockáztatni kellett, mert nem akarok részletekbe menni, és összejött egy nagyon jó kis csapat, válvetve, ott tényleg úgy volt, beleszóltam a rádióba, maximum 9 másodpercen belül ott volt mellettem az egész csapat, tehát, és egy jó munkát végeztünk, hogy már arról kezdtek beszélni a fiúk, hogy a munkáltató kénytelen lesz emelni a pénzeket, mert igen ám, csak a munkáltató bedőlt az APEC-nál, mert trükközött mindennel, és az egyik helyen egy másik objektumban ellenőrzés volt. Leszokták fizetni egyébként, tehát leleményesebbek lehetik. Hát itt nem jött be, mert egy, hát egy igen gigantikus büntetés kiszabtak rájuk. Tehát amikor itt nálunk a csapat azt várta, hogy annyi érdemünk van, meg annyi dolgot tudunk felmutatni, most már elkerülhetetlen lesz az órabérek emelése, akkor bizony jött a hír,
valaki egy kisfőnököt ezzel megbízta, kijött, és akkor tálalta, hogy nem tudnak más tenni, tehát ezt ők szépen a fizetésekből karcsúsítják le, ami büntetést, akik az OPEC-nek ki kell köhögni, akkor el is mentek sokan. Csak ne a milliárdos fizessen ez a hozzáálláson. Nagyon sok ilyen tapasztalatom van. Olyan is volt még régebbi időszakban, fával dolgoztunk, és utána, amikor nagy hajtás volt, akkor meg hát elég embertelen körülmények közt, tehát például egy folyosószerű helyiségben egyetlen villanylámpa mellett bent volt egy ilyen falszterga, meg egy 4000-es fordulatú fűrészgép. Most el lehet képzelni, amikor hajtani kellett, és akkor bent voltunk zsinóban 26 órát, és amikor meg el kellett volna számolni, mert akkor majdnem könyörgött az ember, hogy határidőben, amikor meg el kellett volna számolni, akkor megmagyarázta, hogy ezt a csúsztatásba elszámolt, hogy de kell ilyen pótlikokat fizetni rá. Tehát nagyon sok ilyen élményt mesélhetnék. Én azt tapasztaltam, hogy azok szoktak beszélni, például mondjuk konkrétan, azok szoktak beszélni arról, hogy spóroljunk a cégnek, tehát a milliárdosoknak, spóroljunk a munkavállalókon, a melósokon, melósokon spóroljunk még többet, hogy nekik még több legyen a milliárdosnak, akik nagyon sokat lopnak. Akik a legtöbbet lopnak, azok szoktak olyan igét hirdetni, hogy spóroljunk a melósokon. Még azt is megfigyeltem, hogy így a hierarchia az úgy néz ki, hogy akik a legtöbbet dolgoznak, azok keresik a legkevesebbet. Akik üldögélnek, mondjuk egy szállodában a recepción, azok természetesen jóval többet keresnek, és ott már megjelennek olyan unalomból is, mert hát nincs úgy munkájuk igazából, hogy akkor spóroljunk mindenki már, nem magunkon, hanem mindenki máson, akik dolgoznak. Tehát akik konkrétan megkeresik a milliárdosnak a milliárdokat, azokon spóroljunk, és azt szoktam tapasztalni, hogy konkrét esetet is mondok, hogy például volt olyan szállodáról beszélünk, akkor most a recepciós, hogy ez az ilyen spóroljunk a dolgozókon, hogy például Natura beszámol róla, hogy a jött volna egy család, és akkor ő azt hazudta nekik, hogy nincsen, kihúzta a foglalásukat, és közölte, hogy nincsen hely, ugyanis akkor ő nem tud autóval jönni, mert ugyanis autóval jöttek volna azok a személyek, és a szállodának a parkolójába ő jön dolgozni, és akkor ő tudjon parkolni a szálloda parkolójába. Tehát ezért kihúzott egy több százezer forintos cechet, amit ugye kifizettek volna a vendégek. Tehát, és ez csak egy rutin, mert neki a parkolása aznap, akkor legyen az, hogy mert ő aznap is parkolni akar, az több százezer forintos parkolási díja van. Értjük? És mivel ő így áll hozzá, ilyen, ezt soha nem fogom megemészteni, mert ez annyira durva bűncselekmény szintű lopás, vagy nem is tudom micsoda, tehát amiből már tényleg senkinek nincsen viszont haszna. Hanem ennyi a recepciósnak a parkolási díja. Párhuzamosan azzal, hogy spóroljunk a melósokon, mert akkor pár ezer forintot megspórolhatunk a milliárdosnak. És kapásba egy ilyen több százezer forint. Ezt soha nem fogom megemészteni, mert ez annyira durva. Értjük? És minél többet keres, és minél inkább ráér, mert hiszen a legfelül meg akkor vannak ugye a milliárdosok, akik meg épp azért, tehát ott meg a legkevesebb munkával az iszonyatos. Hát hogy lehet, hogy valakinek a napi jövedelme olyan, hogy mit tudom én, százan megélnének belőle? Egy hétköznapi vállalat. Az ilyen jelenségek, nekem azért volt mindig aktualitása a munkahely keresésnek, hogy zenélhessek. Tehát, hogy olyan munkahelyem legyen, ahol normális időben hazamehetek. Most a közvetlen kollégáimmal nagyon jól megvagyok, meg végül szeretem a munkahelyet, de itt is van egy olyan gond, hogy a munkáltatók nem tudom milyen apropóból nem hajlandók közvetlenül felvenni, most már nem egy éve itt vagyok, hanem én bérelt ember vagyok. Tehát most már itt már megint meg van kerülve az, hogy fizetett szabadságom legyen, meg ilyesmi, és egyáltalán az elgondolkodtató, hogy az neki elvileg plusz költség, meg, vagy dupla költség, hogy egy embert béreljen. Hogy lehet az, hogy jobban megéri neki egy másik cégtől kölcsönözni egy munkaerőt? Tehát szerintem ez egy anomália, ez egy nem normális dolog, mint az, hogy közvetlenül alkalmazni, és elszámolni utána a dolgokat. Mikor fiatal voltam, az egyik barátomhoz elmentem dolgozni, hát azóta nagyon jó barátom, azóta ő is áldozatul esett, tehát őnek is egy lakásra ráment, erre a bizonyos kölcsönbűncselekményre. Mindegy, ő akkor dolgoztam nála, és az első alkalommal mondtam neki, hogy nem kell engem bejelenteni, és akkor még azt mondta, hogy hülye vagy, hát ha nem jelentelek be, akkor hogy számoljam el a pénzedet?
És most meg azóta az átfordult, hát hogy lehet ez? Tényleg logikátlan. Mivel tudjuk ezt megmagyarázni, hogy akkor azt mondta, hogy persze bejelentelek, hát nem tudom, elszállt, hogy a zsebemből fizesselek ki. Hát, és ezóta átfordult, ezek nem normális körülmények, jobban megéri kölcsönözni egy embert. És megint visszatérve, ahol őrködtem cégnél, ott is nagyon sok ilyen bérelt, kölcsönzött ember volt. És beszélgettem velük, volt, aki olyan távolságra lakott, hogy 2 órát utazott. Most ki lehet számolni, elvileg 2 műszakban jártak, meg ott az igazgató kitalálta a kötelező túlóra, hogy 6 óra helyett 5:30-ra legyenek ott. Tök mindegy, akkor el lehet képzelni, hogy ő neki úgy kell 5:30-ra beérnie, hogy 2 órát utazik hajnalba, zötyörög egy, illetve nem tudom, hogy ő neki még milyen távolság, hogy a buszhoz elmenjen, ahol a busz felveszi, 2 órát zötyörög, 2-kor van, amikor végez, akkor beül a buszba, és még 2 órát utazik. Az is pedig a munkaidő, tehát akkor nem 8 órát dolgozik, hanem 12-t. Hát én nem hiszem, hogy ez neki ki lett volna fizetve. Szóval elképesztő dolgok, hogy egyes embereknek meg milyen távolságokat kell leküzdeni, meg az, hogy milyen körülmények közt kell. De hihetetlen. Nekem van 3 gyerekem, hát most a felnőttek. És hála Istennek rendkívül tehetségesek. Egy gyönyörű unokám is van. Most a 2 fiamról szeretnék beszélni. Az egyik már 32 éves, a kisebbik meg 24. És az apjuk után csináltak mindent, ők is a rajzolással kezdték, utána ők elkanyarodtak másik irányba. A nagyobbik fiam már 16 éves korában díjat nyert filmesként, és meg utána más díjakat is elhozott. Önfejlesztés, tehát abszolút önfejlesztés módon a 3D-s animációig eljutott. Egy pár éve volt egy ilyen botrány, hogy megcsinált egy filmet egy alapítványnak egy hanganyagára, és nem fizették ki rendesen, és amikor meg referenciának fel akarta használni, akkor megfenyegették ügyvédileg, meg mit tudom én. Engem próbálna neki megfenyegetni, azt hiszem kicsinálnám a céget is. Hát ott már vezető is ügyvéd volt, hogy nem volt mit tenni. A YouTube-ról el kellett, csak annyit, hogy akkor a várakozás övezte a filmet, hogy 1 óra alatt valami 2000-en nézték meg, mert a nagy híre volt előtte. Ez ilyen sejt minőségű 3D-s animáció, el lehet képzelni, hogy döbbenetes a tükröződésektől kezdve. Nagyon tehetséges a fia, meg egyáltalán nem ebbe dolgozik. Most zöldségeseknél dolgozott évekig. Az megint egy olyan életvitel, hogy nem tudom, reggel 5-re ott kell lenned, meg mit tudom, hajnal 4-re kint kell lenned a nagyban én. Tehát nem, a kisebbik fia megint csak. Ő is a rajzzal kezdte, a végén elkanyarodott zene irányba. Ő dobolt is, nagyon tehetségesen, drámbészeket ledobolta, meg minden. Azóta ő végzett hangmérnök, tehát neki papír van róla, a színházi hangosítástól kezdve, nem is tudom, a stúdió felvételekig mindenről neki papírja van, és ami nagyon nagy megtiszteltetés, neki nagy példaképe, nagy zsánere, a Seldweller, hát aki nem tudja, ki ez a Seldweller, könnyedén utána tud nézni, a Drum & Bass műfajnak az egyik legnagyobb ilyen arca, és benevezett egy remixel a Seldwellernek a pályázatára. Szeptember 15-én Ricsi fiamnak az egyik remixe Seldweller által kiadott hivatalos CD rajta lesz. Egyébként Magyarországról 2-en is bekerültek, meg saját anyaga is meg ki van adva, és ő egy eladó, jobbi áruházba. Tehát megint ez valahol, te is sokat beszéltél erről, hogy kimennek emberek, mert nem lehet boldogulni. Most a fiaimat szeretik, szorgalmasak, elvégzik a munkájukat. A nagyobbik fiam is most örül, most gondnok lett egy iskolába, végre valahára normálisan be van jelentve, van egy munkája, de ők a saját dolgaikat úgy tudják csinálni, ledolgozza a munkaidejét, és akkor hazamegy, és ez plusz munkába leül a saját gépéhez, mert nyilván őnek ezt csinálni kell, de miért? Tehát ők olyan produktumokat tudnak letenni, hogy tudnak valamit felmutatni, és ők nem kivételes esetek. Igen, hát ugye Orbán eleve úgy hirdette meg, tehát hogy egy közmunkások országa. Valamint az, hogy ugye az, hogy mennyi bér jár a munkáért, az is nagyon beszédes, ugye az ő mondása, hogy nem jóléti, hanem munkaalapú társadalomra van szükség. Tehát, hogy csak dolgozz, amíg megdög lesz, de jóléted belőle nem lesz. Hanem csak dolgozz, mert én vagyok a feudalista földesúr. Éljen a burzsoázia, éljen az arisztokrácia. Bencsik András nagyon hasonlóképpen definiálta ezt a dolgot konkrétan, hogy éljenek a feudalista földesúrak, mit akarnak ezek a büdös jobbágyok.
Tehát nem jóléti, hanem munkaalapú társadalomra van szükség. És ugye ebben benne van, hogy nem tudásalapú. És az intézkedései mondták is, nem kell, nem egyetemet végzett emberek kellenek, hanem szakmunkások és közmunkások kellenek. Én azt gondolom, hogy ez Orbán Viktornak az a hozott szintje, és az az igazság egyébként, hogy jártunk cigánytelepeken, és ugye mert sokan mondták, hogy főleg szélső jobboldaliak, hogy már a cigányok nem dolgoznak. A cigányok annyira reszkedtek a közmunkáért, annyira be voltak szarva, hogy nem kapnak közmunkát, a leghitványabb pénzért a leghitványabb munkákat, hogy egy sem mert nyilatkozni. Több cigánytelepen voltunk az elmúlt évek során, senki nem mert kamera elé állni, mert annyira félnek a fideszes polgármestertől, hogy nem ad nekik szarfos közmunkát, amihez egy szélső jobboldali vagy egy náci oda se szagol, hiszen ember alatti. És jól teszi, ha nem szagol oda, mert ember alatti dolog elvégezni olyan munkákat. És annyi pénzért. Itt a lényeg. Munkahelyen is szoktak ilyen beszélgetések lenni, és általában előrukkolnak az emberek ilyen dogmákkal, meg árt dogmákkal. Ja, tulajdonképpen nyugaton sincs ez, mert ott is ki vannak használva de úgy van. Az emberek. Nyugaton szarrá keresik magukat, és vannak jogaik. És ezt szokták mondani, akik kimentek, meg egyébként cigányok is, hogy itt ótvar cigány volt, és kiment külföldre, most ő adja a lakásbérlést a magyaroknak, akik kimennek dolgozni, és ott az volt neki feltűnő, hogy rögtön úrnak szólították. Ez egy nagyon általános dolog. És ott vannak jogai, van táppénz, van. Belemegy a szák az ujjába, azt kiírják táppénzre, és nem engedik dolgozni. Jó, most csak azért hoztam fel, hogy írtam neked, hogy a Konrad Lorenz, ezt megmondtam a 70-es években, hogy soha nem volt az emberiség ennyire dogmásítható, mint most, és itt is, tehát jönnek az összeesküvés elméletekkel, meg tehát az, hogy megmagyarázzuk ilyen áldogmákkal, hogy nincs mit tenni, mert mindig is így volt, és én meg azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy a nyugatiakat is kizsákmányolják, csak megmarad annyi élettér, hogy azt mondja, hogy én így is jól érzem magam. És ezt szoktam, biztosan sokan ismerik ezt a mesét, a lyuk meg az okni. Tehát most összességében nem akarom elmondani, az egész mese arról szól, hogy a zokni könyörög a lyuknak, hogy kímélje meg az életét, és a lyuk meg nem irgalmaz, csak az a poén, hogy amikor a zokni eltűnik, akkor eltűnik a lyuk is.